Kedves diákjaink és kedves szüleik, ez itt a szokásos pénteki igazgatói tájékoztató. Nagy utat tettünk meg az elmúlt 3 hétben, nagy munkával, de eredményesen. Tartjuk a tanév programját, szerdán megtartottuk a félévi fogadónapunkat, igaz, hogy nem a hagyományos formában, hanem videócseten, de mégiscsak eredményesen. Köszönet mindenkinek, szülőknek, diákjainknak és a kollégáinknak is. Nagy utat tettünk meg az elmúlt 3 hétben, kialakítottunk egy egységes felületet az Office 365-ön, és elkezdtünk már-már rutinszerűen dolgozni a digitális térben. Vannak azonban még olyan területek, ahol ez nem történt meg, és további egységesítés szükséges. Az elvégzendőket a diákjainknak különböző helyeken adtuk ki. Most ezt is egységesítjük, elhatároztuk a tantestülettel, hogy a csoportok feladatok linkjén adjuk ki minden esetben a diákjaink számára az elvégzendőket. Senki ne legyen ideges, a hétvégén erről részletes beszámolót küldünk. Kérem a diákjainkat, hogy nézzék meg ezt a filmet, amit küldünk, és majd könnyen és gyorsan elsajátítják ezt is. A következő hetek programjáról nagyon röviden. Április 8-án, szerdán, a 7. órában tartjuk a szokásos húsvéti istentiszteletünket. Utána pedig kezdődik a tavaszi szünet, tehát a szünet első napja április 9 csütörtök, és április 14-éig keddig tart a tavaszi szünet, tehát az utolsó és az első nap is a szerdai. A tanév programjában is szereplő holokauszt emléknapot pedig április 16-án, csütörtökön a 7. órában tartjuk meg. A 75 éve történt városmajor események kapcsán tartott megemlékezés videófilmjét nézzük majd meg. 3 hete dolgozunk együtt, köszönjük a munkájukat, de érzékeljük, hogy egy kicsit fáradnak és fásulnak. Nagyon fontos az, hogy az osztályfőnökeikkel beszéljék meg, milyen tanácsokat adnak még erre a közös munkára. Mert hát csak együtt vagyunk sikeresek. Egymás nélkül nem tudunk eredményt elérni. Nekem is van erre egy javaslatom, valamennyien tanultak tanulásmódszertant, és ennek a tanulásmódszertani tanulmányaiknak az egyik fejezete az úgynevezett időrablóink azonosítása volt. És hát megállapítottuk, hogy a legnagyobb időrabló a feladatok módszeres és szisztematikus halogatása. Erre persze vannak nagyon jó módszerek, hamarosan elkezdem a munkát, előbb eszem, iszom, utána kitakarítok, elpakolok, leviszem a szemetet, na jó, ez vicc volt, de a lényeg a halogatáson van, azaz, hogy nem tudjuk elkezdeni igazán a munkát. Ezért ennek érdekében elkészítettem egy heti rendet, nem napi rendet, amit az egyes osztályokra lebontva órarenddel együtt kiküldök a szilveszter polgárai csoportba a hét végén. Vasárnap üljenek le, és készítsék el a heti tervet. Nyilván benne lesz az órarendjük, és nyilván benne lesznek azok a feladatok, amit el kell majd végezniük, de ne azzal kezdjék. Azt írják be először, hogy mikor játszanak. Azt írják be először, hogy mikor nem csinálnak semmit. Maguk számára is legyen világos, hogy melyik az az időpont, amikor nem csinálnak semmit. Mert már fásultak, mert már fáradtak. És próbálják előre eltervezni, hogy melyik az az eredményes időpont, amikor az iskolai feladatokkal tudnak foglalkozni. Nyilván a kontaktórák száma a felére csökkent, és igyekszünk a kontaktórák időtartamát is valamelyest csökkenteni. Aztán nagyon ügyeljenek erre a piros izére, ami itt alul van, mert ez ugyanaz alvás ideje. Itt azt írtam oda, hogy 23 órától
reggel 6 óráig, vagy 22 órától reggel 6 óráig, de ezen már most látom, hogy mosolyognak. Minden esetre, ha ezt a pihenőidőt nem tartják be, az a másnapjukra nagyon-nagyon nehéz feladatokat ró. Azt is írják be persze, hogy mikor segítenek a szüleiknek, és azt is írják be, hogy az iskolai dolgokkal való kötelező foglalkozásra mennyit hagynak egy nap. És hogyha összesítik ezt a tervet, akkor maguk számára is világossá lesz, hogy mire ment el az idejük az elmúlt 3 hétben. Erre egyetlen egy mondat van. Az idejük ne folyjék szét. Továbbra sincs közelebbi információnk az érettségiről és az osztályozó vizsgákról. A köznevelési kormányzat jelezte, hogy jövő héten, még a tavaszi szünet előtt előáll egy erre vonatkozó javaslattal, kíváncsian várjuk, addig legyenek türelemmel. Megérkeztek a számítógépek, kérem magukat, hogy jelezzék az osztályfőnöknek, hogy ki az, aki igényel ezekből a számítógépekből, és egy megbeszélt időpontban vegyék át az intézményben. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak különös tekintettel a családi békére, ez talán a legfontosabb, és hétfőn találkozunk a digitális térben. Áldás békességet!